Köszöntöm Önöket! Mai adásunkban az emberi agyat, valamint a lélek gyógyítását vesszük korcső alá. Nézzük a részleteket! Agykontroll. Egyre népszerűbb az önsegítés ezen formája. Intelligencia. Kíváncsi, mely csoportba tartozik? Kineziológia. Izomtesztelések, oldások a lelki bajokra. Ritkább orvosi kezelések, javuló egészségi állapot, kevesebb gyógyszer, jobb hangulat, céltudatosabb létezés. Mindehhez hozzásegít az agykontroll, vallják az oktatók, valamint az a 300 ezer ember, akik már elsajátították az önsegítés ezen formáját. Hamarosan Nagykanizsán is lesz egy 4 napos tanfolyam, amelynek részleteiről hallhattak előadást az érdeklődők. Ezen a programon beszélgettünk Bagjas György oktatóval az agykontrollról. Rengeteg volt az érdeklődő. Voltak, akik már végeztek agykontroll alaptanfolyamot, többségében azonban még kezdő önsegítők várták, hogy többet megtudjanak a módszerről. 1991 óta a legnépszerűbb önsegítő módszer Magyarországon, és hát az, hogy teltház van gyakorlatilag szinte az összes tanfolyamunkon, az bizonyítja, hogy működik ez a dolog. Közel 300 ezer társunk végezte már el ezt a képzést, és segíti életét, a mindennapokat, és hogy mivel nem hit kérdés, egyszerűen csak egyszerű logikával, józan ésszel dolgozunk mi itt, egyszerű mentális trükkökkel, és hát igen, szükségünk van rá. Azt hiszem, hogyha bárki azt mondaná, hogy szeretnék egy kicsit több pénzt magamnak, szeretnék-e jobban, könnyebben tanulni, vagy visszanyerni az egészségemet, akkor valószínűleg mindenkinek betalálna az, hogy hát igen, szeretnék, és hát erre mind ugye választ ad ez a módszer. Úgyhogy igen, és nagy örömmel látom, hogy ilyen sokan jöttek el. Az agykontroll módszerét José Silva, egy mexikói származású, Texasban élő férfi fejlesztette ki. Eredetileg csak 10 gyermekének kívánt segíteni a tanulásban, így sikeres elektroműszerészként elektromos szempontból kezdte vizsgálni az emberi agyat. Sok éves kutatás után azonban az agykontroll ma már az egyik legnépszerűbb személyiségfejlesztő módszerré nőtte ki magát világszerte. Ez azonban nem volt mindig így, még ma is vannak kétkedők. Tudja, a kételkedés az egy normális agyi folyamat. Szóval annál kritikusabb, meg kételkedőbb embereket, mint az agykontroll oktató, nem nagyon láttam egyébként magam körül. Kell is azt hiszem hozzá, hogy az ember mérlegelni tudja, hogy akkor én ezt akarom, vagy nem akarom használni. Itt ugye nem foglalkozunk semmiféle vallási, politikai kérdéssel, egyszerűen olyasmit tanulunk meg, ami józan ésszel felfogható, olyan képességeket alakítunk ki, vagy készségeket erősítünk fel az emberekben, amelyek már eleve léteznek, csak ezeket talán egy kicsit jobban ki tudják a módszer által aknázni az érdeklődők. Számos ellenőrzött tudományos kísérletet is végeztek már, amelyek egybehangzóan bizonyították a Silva módszer rendkívüli hatásait. Az agykontroll ugyanis nem mágia, hangsúlyozza az oktató, hanem elménk sokak által ma még kevéssé ismert, s emiatt kevéssé kiaknázott képességeinek okos használata. Vajon ez azt jelenti, hogy minden csak rajtunk múlik? Nem minden, viszont nagyon nagy mértékben. Ugye azt ma már szinte közhely számom egy, hogy pszichoszomatikus, valami mondjuk egy betegség, tehát hogy az emberek ezt saját maguknak csinálják meg, hát azt, de azt, hogy csináljuk, vagy hogy lehet akkor ezt elmulasztani, egy adott rossz élethelyzetet, problémát megszüntetni, szóval ahhoz kell szakmai segítség, azt gondolom, ezért jó, hogy van élőszavas tanfolyam, vagy akár szakkönyv, és így nagyon nagy mértékben tudják befolyásolni pozitív irányban persze az életüket az emberek. Az agykontroll egyik fontos eszköze a relaxáció. Ma már bizonyított tény, hogy főleg ellazult állapotban képzeletünkkel hatni tudunk testünkre, az immunrendszerünkre. Ez jó kérdés, hogy hogyan lehet fejleszteni az elmét, meg hogy lehet levezetni a stresszt. Hát ennek tudományosan igazoltan a lazítás, vagy egy kicsit idegen néven ugye a relaxáció, vagy meditáció a neve, ezt nagyon sok módszer ugye nyújtja. Én azt gondolom, hogy a mi tevékenységünket gyakorlatilag a 4 nap alatt sok előadás részben
gyakorlatilag minden előadás részben lazítunk egyet, előtte átbeszélünk egy-egy témát, egy alvászavart, vagy a fájdalmak elmulasztását, és megnézzük, hogy hogyan csináltuk eddig, hogy lehetne ezt jobbá tenni, megbeszéljük, tanulunk rá egy konkrét technikát, ha van kérdés, azt ugye átbeszéljük, és egy ellazult állapotban, amikor is az emberi agy rendkívül fogékony arra, hogy új információkat rögzítsen, mi ezt úgy hívjuk, hogy új programokat, ezeket így meg tudjuk tanulni. Tehát a cél az, hogy az első hétvége, tehát két hétvégés ugye a tanfolyam, hogy már az első hétvége után konkrét eredményekkel jöjjenek vissza már a második hétvégére a résztvevők. Tehát azt tudják mondani, hogy igen, a negyedik nap végére visszahozta az árát minimum, és mellesleg ugye jobban vagyok. A 4 napos tanfolyam során számos probléma megoldó technikát tanulnak az érdeklődők, így többek között az alvás minőségére, az ébrenlét megtartására, a fejfájás elmulasztására, a memória fejlesztésére, a célok elérésére, a rossz szokásokról való lemondásra, de a hatékony tanulásra is kaphatnak megoldást. Az agykontrollnak egy formáját egyébként már gyermekek is végezhetik. Kollégáim tartanak gyermekagykontroll tanfolyamokat, amik elsősorban ugye a tanulás segítő, vagy egy kicsit önbizalom erősítőek. Itt a felnőtteknél én azt tapasztalom, hogy általában több a hölgy vendégünk, mint a férfi, szóval hát én szociálpolitikát végeztem az ELTE-n, és hát még ott tanultam meg, hogy alapvetően, amikor egy krízis helyzet van például egy családban, akkor általában nők veszik fel a gatyát, és itt is ez hát nagyon szépen kiszokott jönni, hogy először eljönnek a feleségek, aztán utána a férjüket is elküldik, vagy éppen a gyerekükkel kezdik. A legvégéig, általában a negyedik napig szoktam látni az férfi társaimon, és főleg a műszaki végzettségű embereken, hát én is egyébként nekem is van műszaki végzettségem, szóval látom azt, hogy úgy kételkedvűnek, hogy na majd meglátjuk, és akkor a negyedik nap végén meg nagy ölelések, azt mondják, hát ez döbbenet, hogy ezt nem gondoltam volna, nem hittem volna. Szóval itt nem hinni kell a dolgokat, hanem csinálni kell, ugye. Szóval az ember szeretne egy szép veteményes kertet, akkor azt fel kell ásni, el kell veteményezni, és nem imádkozni kell rajta, hogy ez szép legyen, hanem valamit tenni kell azért, hogy működjön a dolog. Az agykontroll tehát az ezzel foglalkozók szerint egy praktikus, könnyen elsajátítható, önfejlesztő módszer. Egy lehetőség az egyensúlyra. Ön vajon intelligensebb az emberek 98%-ánál? Tudja, mennyi az IQ-ja? Számos érdeklődő és kíváncsi ember szombaton egy teszt megírásával megbizonyosodhatott saját IQ-szintjéről. 24 izgatott ember foglalt helyet a Batthyány Lajos gimnázium fizika termében. A Mensa Hungarica intelligencia tesztjének kitöltésére érkeztek. A 36 feladatból álló 40 perces teszt megírása előtt azonban egy rövid előadást hallgattak meg, és kérdéseket tehettek fel a jelentkezők. Megmérjük őket egy erre a célra kifejezetten fejlesztett tesztre, ráadásul ez egy nehéz teszt, kifejezetten a felső 10-20-30% mérésére alkalmas. Például ezzel a teszttel a 100 alatti intelligencia tartományt nem is tudjuk mérni. 100 az átlagos intelligencia egyébként, a népességnek pont ennyi az átlaga. Mi a Mensa Hungaricában a felső 2%-ot keressük egyébként. Először pár évvel ezelőtt szerveztem meg ezt az IQ-tesztet, akkor saját magamra voltam elsősorban kíváncsi, és ennek apropóján egy egész csoportnyi diákkal és felnőttel megírtunk egy IQ-tesztet, amikor is megismertem Tibort, mint tesztgondokot. Megkerestem, és hajlandó volt eljönni Nagykanizsára IQ-tesztet írni. Aztán 2 évvel később 180, ha jól emlékszem, 180 gyerek írt itt IQ-tesztet, egy adaptív IQ-tesztnek a tesztelése apropóján. 2 évvel ezelőtt megint írtak néhányan a diákjaim közül, és most nőtt fel egy újabb generáció, akivel szeretném, hogyha megerősítenénk és ezt a játékot, és belépnének a Mensa Hungaricába. Most jöttem először IQ-tesztre, tanárnő csábított, mondta, hogy jöjjek, ez egy jó dolog, úgyhogy nem hagyhattam ki. Most vége van a vizsgaidőszaknak, rá is érek, úgyhogy teljesen jó. Mire számítasz? Hát nem tudom, valami matematikai dolgokra azon kívül nem tudom. De tényleg nem írtam még sosem ilyet, úgyhogy majd a tesztem meglátjuk. Még én sem írtam tesztet, viszont én már olvastam erről a tesztről, és korábban is érdeklődtem iránta, akár Budapesten is, és ezt egy tök jó kezdeményezésnek tartom, hogy itt Nagykanizsán is van lehetőség megírni ezt a Mensa tesztet, és én szeretnék bekerülni a Mensának ebbe az egyesületébe, és
Olvastam, hogy Budapesten rengeteg tök jó program van. Legyen például szó állatkertről, színházról, vagy egyszerűen csak közös találkozásról egy péntek este, és ezt egy tök jó közösségépítésnek tartom. A magas intelligenciájú embereket összefogó Menza Egyesületben 130-as IQ-val lehet bekerülni. A magyar szervezetnek jelenleg mintegy 3500 tagja van. A Menza Hungarika egyébként egy nemzetközi szervezetnek, a Menza Internationalnek a tagja, és 130 ezer tagja van a szervezetnek világszerte. Államonként eltérő, hogy hol mennyien jelentkeznek, és az is jellemző a magyar adatokra, hogy körülbelül kétszer annyian jelentkeznek férfiak, mint nők. Úgy látszik, ez egy olyan számokkal leírható adat, ami a férfiakat érdekli jobban. Mindenféle foglalkozásból, korcsoportból jelentkeznek nálunk, és nagyon jó az emberek önértékelése, miközben ugye mi a felső 2%-ot keressük, aki eljön hozzánk tesztet írni, az ő 58%-uk ebbe a zónába esik, és a maradék 42 sem azért a másik fele a skálának. Egy IQ-teszt elkészítése sok időt és komoly költséget emészt fel. Az interneten található feladatsorok jó része nem ad valós eredményt. A Menza Hungarika honlapján azonban található egy adaptív IQ-teszt, amellyel a kezdetben bizonytalanok is lemérhetik intelligenciájukat. A pszichológusok által készített klasszikus tesztek egyébként egy bizonyos IQ-tartomány mérésére készülnek. Ebben a tesztben kizárólag ábrás feladatok vannak, ami pont azért van így, mert ez egy kultúra független teszt. Elméletileg írni, olvasni sem kell tudni ahhoz, hogy valaki kitöltse. Ezzel együtt országonként szokás a standardjét elkészíteni, mert a némi kulturális különbségek, az iskola rendszerek különbségei azért befolyásolhatják az eredményt az egyes országok között. Aki bevállalja ezt a fajta IQ-tesztet, az már azért biztos abban, hogy nem a 100 alatti kategóriába esik, viszont kíváncsi arra, hogy melyik részén van ennek a skálának. A Menza Hungarikának annyi programja, annyi lehetősége van, annyi kapcsolati tőkét tud adni, és annyi szuper programot tud adni, hogy megéri megírni ezt az IQ-tesztet és belépni az Egyesületbe. Valójában tudjuk, mi is az az IQ? Az intelligencia azon mentális képességek összessége, amelyek segítenek korábban még nem látott problémák megoldásában. Eredetileg az intelligencia mérés kifejezetten gyerekekre fejlesztették ki a 20. század elején. Nagyon egyszerű oka volt, Franciaországban 1905-ben bevezették a kötelező általános iskolát. Ma úgy mondanánk, hogy iskolai érettségi tesztet kellett mellé készíteni, hogy el tudják dönteni, hogy mely 6 évesek alkalmasak arra, hogy már iskolába menjenek, és kik azok, akiknek még egy picit várni kell. Az eredeti intelligencia adat egyébként emiatt az IQ, a hányados, az tulajdonképpen egy korosztályi mutató, a mentális életkor osztva a tényleges életkorral és szorozva 100-zal, azaz, ha egy 4 éves gyerek egy 6 éves gyerek színvonalán teljesít, akkor neki 150-es az intelligencia hányadosa. Ugyanakkor erről fontos tudni, hogy ez egy pillanatnyi adat, ez olyasmi, mint a tornasor. Az a gyerek 4 évesen elöláll a mentális tornasorban. Lehet, hogy 2 év múlva, 3 év múlva már közép kategóriás lesz. Az is igaz természetesen, hogyha egy gyerek 3-4 évente megmérve folyamatosan, magasan átlag fölött teljesítő, valószínűleg felnőtt korában is átlag fölött lesz. Ha egy gyerek mindig a legelső a tornasorban, valószínűleg magas felnőtt lesz belőle. Adódik a kérdés, hogy lehet fejleszteni? Gyerekkorban még igen, ezek a képességek fejleszthetőek. Körülbelül 17 éves korra alakul ki az egyénre jellemző mentális képességszint maximum. Emiatt a mi tesztünket is csak 17 éves kortól lehet kitölteni. Mi a felnőtteken belül mérünk kifejezetten ezzel a teszttel. A mi tesztünk nem alkalmas ennél fiatalabbak mérésére. Az intelligencia mérésére különböző skálák léteznek a világban, sokszor pedig nem is használjuk megfelelő jelzőként. Például a műveltség nem része az intelligenciának, és aki okos, az feltétlenül intelligens is. Minden esetre, ha valaki kíváncsi a saját IQ-jára, egy Menza teszt segítségével megtudhatja az eredményt. Az öngyógyítás kulcsának tudója a rossz élmények gyógyítója. Többek között ezekkel és még hasonló jelzőkkel illetik a kineziológusokat. Ma már Nagykanizsán is fellelhető ez a stresszoldó módszer. Kineziológia. Már a szó kiejtése is nehézkes, és ami mögötte van, az pedig talán még talányosabb. Dr. Szabó Ildikó kineziológushoz ellátogatva arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon mit takar ez a módszer,
kik és milyen jellegű segítséget kaphatnak, ha hozzá ellátogatnak. Kinézis és a logos szóból áll össze a kineziológia, ami tulajdonképpen mozgástudományt jelent. A mozgástudomány ez egy ilyen összefoglaló szó, vagy a kineziológiai ágaknak egy összefoglaló neve, ugyanis minden olyan tudományt, ami az izomtesztelés alapján nyeri a tudatalattiból az információkat, azokat mind kineziológiának nevezzük. Különféle kineziológiai ágak vannak, több száz kineziológiai ág van egyébként Magyarországon. Hogy kinek lehet igazából segíteni? Általában akkor fordulnak kineziológushoz az emberek, amikor tartós fáradtsággal küzdenek, amikor nem találnak örömöt az életükben, ha vannak olyan elakadásaik, amin nem tudnak túljutni. Tehát folyamatosan egy probléma foglalkoztatja őket, de azon nem tudnak túljutni. Aztán vannak olyanok is, akik már megbetegedtek, és azt kutatják, hogy milyen lelki háttér vezethetett ahhoz, hogy ők megbetegszenek. Egyébként nem ez a jellemző. Tehát itt még egészséges emberek, akik úgy érzik, hogy kimerültek, akik akár azt gondolják, hogy előbb-utóbb, ha ez a stressz megmarad az életükben, akkor megbetegszenek, ők szoktak hozzánk fordulni. És hogyan kell elképzelni egy-egy ilyen terápiát, foglalkozást, nem is tudom, hogy hogyan hívják a kezeléseket? Hát a egy-egy problémának a kezelés az általában 3-5 alkalom. Az első alkalommal én személy szerint nem végzek konkrét oldást, hanem elbeszélgetek, mert meg kell ismerni a klienst, hogy mégis milyen problémái vannak, mi a múltja, miből jöhet az az adott probléma, az az adott stressz, amivel ő jelenleg él és jelenleg küzd. Esetleg egy ilyen energetikai korrekciót végzünk az első oldás során, ami azt jelenti, hogy ha nagyon feljöttek benne az emlékek, vagy nagyon felizgatta őt az, amit előadott, akkor ezt ilyen korrekciókkal tudjuk oldani, tehát hogy úgy távozzon az első alkalomról, hogy kicsit megkönnyebbült, jobban érzi magát. Igazából általában minden problémánk a stresszből fakad. Tehát a kineziológia arra törekszik, hogy ezt a stresszt fel tudja oldani. Ehhez nagyon alkalmas nálunk az izomtesztelés, ami alapján meg tudjuk állapítani az elsődleges stressznek a korát, ami azt jelenti, hogy egészen fogantatásig tudunk visszamenni. Tehát ami jelen pillanatban stressz okoz valakinek, az nem csak most fordult elő, hanem már előző időszakaiban, fiatalabb korában is. A legideálisabb az, amikor az első 6 évben tudunk keresgetni, mert azt tartják, hogy az ember életében, az első 7 évben, mert ebbe beleérthető a fogantatásnak a kora is, az első 7 évben előfordul minden olyan probléma, amivel az életünk során meg kell, hogy küzdjünk. Sokszor úgy van az ember, hogy de hát nem is emlékszem, hogy mondjuk 3-4 éves koromban mi történt velem. Akkor honnan tudnám, hogy... Ez egyáltalán nem probléma, mert a tudatalattiba ez a lenyomat megvan. Igazából az, hogy én visszavezetem őt az izomteszteléssel az adott korban, egy idő után emlékezni fog. Ha konkrét információ azonnal egy adott korról nem jön ki, akkor körülményeket lehet tesztelni. Tehát meg lehet nézni azt, hogy mondjuk családi konfliktus volt-e, más problémák voltak, egészségügyi probléma, tehát sok mindent ki lehet tesztelni, és egyre világosabb lesz a kép. És ebben a pillanatban a kliens emlékezni fog arra, amit igazából tudatalattiában elraktározott. Hogyha erről az időszakról különféle oldási technikákkal én leveszem a stresszt, akkor a jelenkorban is ez a stressz tényező már ki fog esni, vagy nagy mértékben csökken. Tehát például, ha egy példát mondanék, akkor, hogyha valaki nem tud nagy közönség előtt beszélni, vagy nem mer beszélni, de úgy egyébként felkészült, csak képtelen előadni a dolgait, akkor, ha megyünk visszafele, általában azt szoktuk találni, hogy vagy az iskolában, vagy óvodában, vagy valahol egy ilyen szereplés alkalmával megszégyenítették. Tehát felállt, tanár mondta, hogy üljél le,
jó van, ennyi volt, kiröhögték, stb. Hogyha én erről leszedem ezt a stressz részét a dolognak, akkor utána könnyebben fog már megszólalni nagy közönség előtt a jelenlegi korban is, vagy a jelenlegi életében is. De akkor ehhez nagyfajta nyitottság kell, hogy merjek beszélni arról, hogy mi a problémám. Hát mindenképpen, tehát a kliens és a kineziológus között mindenképp ki kell, hogy alakuljon a bizalom. Ezért is szoktam én úgy tenni, hogy az első alkalommal beszélgetünk, megismerjük egymást, nagyjából feltérképezem, hogy mik lehetnek az ő problémái, és természetesen izomteszteléssel kitesztelem azt is, hogy tudunk-e együtt dolgozni. Egyébként a kineziológia az nem egy ilyen spiritualizmus, meg nem ezotéria, hanem ez egy tudományosan megalapozott dolog, úgyhogy ebben annyira hinni nem kell. Tehát nem a hit kérdése az, hogy ez működik-e vagy sem, viszont arra szükség van, hogy valaki változni akarjon, hogy valaki meg akarjon nyílni, és igazából amit oldás során elér változásokat, vagy rávilágítunk bizonyos dolgokra, amin változtatni kellene, azt tartania kell, vagy be kell építse az életébe. Mert ha nem, akkor jön egy ilyen átmeneti jólét, vagy átmeneti megkönnyebbülés, de hogyha nem változtat az életmódján, ha ugyanazokat a köröket futja megint, akkor nyilvánvaló, hogy ugyanoda fog visszakerülni. Ahogy... Mennyire van benne az emberek hétköznapjában az, hogy vannak kineziológusok, és egyáltalán tudnak segíteni ilyen-olyan dolgokban? Hát egyelőre nem nagyon, legalábbis nagyobb városokban már igen, tehát például Pesten vagy akár Egerszegen úgy láttam, hogy nagyobb az elfogadottsága. Ha jól tudom, az első fecskék között vagyok itt Kanizsán, de ahogy beszélgetek egyre több emberrel, találkozom, ahogy egyre több kliensem jön, úgy látom, hogy azért elég nyitottak erre a fajta módszerre. Meg lehet határozni, hogy kik azok, akik inkább igénybe veszik ezt a segítséget? Férfiak, nők, életkorban fiatalabbak, vagy az idősebbek? Tehát kik azok, akik jobban úgymond elfogadóak? Mert azért, mint az elején említettük, hogy sokan még mondjuk kimondani se tudják, hogy mégis miről van szó. Igazából azt tapasztalom, hogy a fiatal lányok jönnek, tehát akiknek ilyen változik az életük, felnőnek, nem tudják hova tenni magukat, nem tudják a pályaválasztást, nem tudják megfelelően kezelni a párkapcsolatokat, és igazából nem nagyon látják az utat, hogy merre induljanak el. Ők vannak többség, vagy hát egy része a klienseimnek, és szerintem a 40-es korosztály. Tehát aki lassan így elkezd gondolkodni az életén, elkezd feltenni magának kérdéseket, elkezd kicsit lassítani, és rájön, hogy sok minden nincsen rendben. Gondolkodik rajta, van, akinek ez problémát okoz, és aztán előbb-utóbb valahogy ide talál. Mi a különbség mondjuk egy pszichológus és egy kineziológus között? Igazából az a különbség, hogy a pszichológiában egy beszélgetés folyik. A pszichológusok beszélgetnek a klienssel, tudatos válaszokat kapnak, igazából ott egy tudatos kommunikáció van. Itt is persze, hogy beszélgetünk a klienssel, vagy beszélgetek a klienssel, viszont van az izomtesztelés, ami nagyon nagy segítség, és ami igazából a módszer alapja, mert ugye azt mondjuk, hogy a test soha nem hazudik, és ezáltal a tudatalatti információkhoz is hozzá tudok férni. Tehát ha valaki azt állítja magáról, mondjuk, hogy én becsülöm magamat, és én nagyon jól vagyok, elég kitesztelnem azt, hogy ez nem. Tehát, hogy ez nem így van, és akkor elkezdünk kutakodni, hogy miért is? Miért is becsülöd te magad? Vagy miért mit adsz meg magadnak? Mi az, ami hiányzik az életedből? És egyből kiderül, hogy az első kijelentés, amit tett, az sehol sincs a valóságtól. Csak esetleg azt szeretné elérni. Igen, végül is vannak az embereknek tévképei saját magukról, és akkor azok mentén élnek, ez okozza azt, hogy egy csomó konfliktusba, csomó stressz helyzetbe keverednek. Olyan vágyaik vannak, amit nem tudnak elérni, vagy esetleg ahhoz nagyon sok mindenben kéne változniuk, hogy el tudják érni az adott kívánt álmot. Thank you.
izomtesztelés. Hallhattuk többször Ildikótól. Most azt is megmutatjuk, hogyan kell ezt elképzelni. Az izomtesztelés az a kineziológiának az információk szerzési eszköze. Általában, hogyha fizikailag valaki teljesen egészséges, akkor az előső delta izmon szoktuk tesztelni az izmot. Hogyha itt megfogod ezzel a kezeddel, és elkezded mozgatni, emeld fel a kezed, és érzed, hogy ott húzódik valami, vagy feszülne az az előső delta izom, amin tesztelünk. Ez egyébként egy ilyen biofeedback reakció, ami azt jelenti, hogy én kimondok valamit, az agyad veszi a parancsot, utasítást ad az izomnak, és azt fogja nekem jelezni, hogy valóban igaz-e, amit kérdezek, vagy sem. Hogyha én egy olyan kérdést teszek fel, ami igaz, vagy megnyugtat, nem okoz neked stresszt, akkor szépen tartani fog az izom, mivel én azt fogom tőled kérni majd, hogy tartsad. De hogyha olyan kérdést teszek fel, ami bármilyen szinten benned stresszt okoz, akkor lekapcsol. Ez ugyanolyan, mint amikor valakinek rossz hírt mondanak, és azt mondják neki, hogy üljél le, először üljél le. Azért kell leülnie, mert lekapcsolnak az izma, és esetleg összeesik. Úgyhogy így működik ez az izomtesztelés. Úgyhogy annyi, hogy 45 fokos szögben szoktuk a kezet emelni, megkérjük, hogy nyújtsa ki az ujjakat, és akkor kérek egy igent. Igen. Úgyhogy megvan, és kérek egy nemet, nem. Tehát nem. Mert az igen, az pozitív válasz a szervezet számára, hogyha valaki azt mondja, hogy nem, akkor az egy stresszt okoz belül a szervezetben. Hogyha megkérdezem tőled, hogy férnél vagy-e? Igen. Igen. Nem kell neked mondani, és én előbb kapom meg az információt a tudatalattiból, mint ahogy te erre saját magad válaszolnál. Akkor megkérdezem, hogy férnél vagy-e? Igen. Vannak-e gyerekeid? Igen. Szegeden születtél? Nem. Tehát ez akkor én érzem egyből, hogy milyen választ ad neked a szervezeted. Ugyanez van végig tesztelés során. Tehát bármelyik korban érünk, bármilyen kérdést felteszek, hogyha az izom így elgyengül, akkor az azt jelenti, hogy téves vagy stresszet okozó rossz információt kapunk. Hogyha egy igen, hogyha így megmarad, megtart az izom, akkor az azt jelenti, hogy rendben van és nincs stressz a szervezetben. Igazából ez az izomtesztelésnek a lényege. Valaki miért kezd el foglalkozni egy kineziológiai képzéssel például? Hát igazából én alapvetően jogász vagyok. Akkor meg de... adott a kérdés. Mondhatom azt, hogy a jogász a szakmám, a hivatásom meg a kineziológia. Igazából orvos dinasztiából származom, és valahogy szerintem így a génjeimben volt kódolva ez, hogy segíteni vagy gyógyítani, bár ez nem egészségügyi módszer a kineziológia. Úgyhogy talán az, hogy 2006-ban olyan, hát elég mély magánéleti konfliktusom volt, aminél azt mondom, hogy az embereket, ha fizikailag rosszul vannak, elfogadom, hogy gyógyszert kell szedni. Tehát nincs is ezzel semmi probléma, de én úgy éltem meg, hogy a lelki problémáimat nem vagyok hajlandó gyógyszeres kezeléssel elfedni igazából, mert az nem a valós megoldás, csak egy elfedés, egy lenyugtatás. És akkor kezdtem természetgyógyászati ágak fele fordulni, akár akupunktúra, akár bachvirágterápia, bármi egyéb masszázs, kineziológia, és valahogy akkor nagyon megtetszett. Sok éven át elkísérte az életemet, és valahogy 2013-ban úgy megért bennem a gondolat, hogy váltanom kellene, hogy talán ez az én utam. És kerestem egy olyan helyet, ahol tényleg és alaposan felkészítenek, és így találtam meg Budapesten az Európa Akadémiát. Elvégeztem a 3 éves képzést, szakvizsgáztam természetgyógyászatból, letettem az egészségügyi modult, és utána a kineziológus szakvizsgát tettem. Azóta próbálom ezt művelni a lehetőségekhez képest a legjobban. Thank you.
Két hét múlva, február 14-én találkozhatunk újra, amikor is a férfi és a nő kapcsolatáról is szólunk. Tartsanak velünk, viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.